a legjobb bicikli a csapatban. Ezek már az utolsó ellenőrzések. Szükség is van rá, hiszen a kerékpárokkal 950 kilométert tesznek majd meg gazdáik. A vállalkozókedvű csapat 10 fehérvári tagból verbúválódott, akik a Vörös Kereszt és egyúttal a Szingó SE tagjai. Hozzájuk hárman csatlakoznak majd útközben, és így jutnak el 8 nap alatt a szlovén Alpokon át Olaszországba. Kihívás mindenképpen, hiszen azért átlagban legalább 160 kilométeres szakaszok vannak beiktatva, és a legnehezebb része az, hogy az útvonalat csak úgy tudtuk megoldani, hogy pont amikor a szlovén Alpokon át fogunk kelni, akkor az a szakasz az 200 kilométer lesz. Nemes és egyedülálló vállalkozás a fehérvárieké, amivel méltó módon ünnepel a Vörös Kereszt. Az emléktúra befutója Solferinóban lesz, ahol egykor a nemzetközi szervezet megalakul. Június 25-én az évfordulóra emlékező fáklyás felvonuláshoz csatlakoznak majd a fehérváriak is. Azt gondoltam, hogy egy méltó megemlékezése lenne a 130 éves Magyar Vörös Kereszt fennállásának, hogyha a fehérvári Szingó Kerékpárklub sportolói eltekernének Fehérvárról, ahonnan egyébként 1859-ben a fehérvári huszárok is indultak a harcba a Solferinói csata színhelyére. Csapatkép az indulás előtti pillanatokban, aztán a Balaton felé veszik útjukat a kerékpárosok. A mai nap úgymond bemelegítő, de lesz olyan szakasz is, amikor 180 kilométert kell egyszerre megtenniük. Az idén először vállalták az emléktúra nemes küldetését a biciklisek, de ígéretük szerint hagyományt teremtenek.